Már új burkolaton haladhat az autós forgalom. A Kossuth hidat nyár elején zárta le a győri útkezelő szervezet. A Kossuth híd maga június 16-án lett lezárva a felújítási munkák idejére. Hogy egy új, teljesen új festést kapott a híd, el lett távolítva a régi aszfaltburkolat, illetve az alatta lévő szigetelés is, és a hőtágulási jelenséget biztosító elemek is ki lettek cserélve, a dilatációs elemeket is kicseréltük az útpálya részén, be lett újítva a hídnak a vízelvezetési részlege is, és a cél az az volt, hogy iskola kezdetre a Kossuth hidat, illetve a Rónai Jácint utat át tudjuk adni a forgalomnak. De ez nem azt jelenti, hogy a munka befejeződött, hanem a forgalom számára át tudtuk adni. Az időjárás a kivitelezők mellett volt, ugyanakkor a közművek felújítása elhúzódott, mert a tervezetnél jóval több vezetéket kellett kicserélni. Mind a Kossuth híd, mind a Rónai Jácint út még munkaterület, tehát apró munkálatok még zajlanak. Például a Rónai Jácint úton a tulipános iskola előtti védőkorlát, a gyerekeket védőkorlát most kerül elhelyezésre. Egy-egy forgalomtechnikai eszköz még hiányzik, tehát a kivitelezők az elkövetkező napokban fogják elhelyezni. A Kossuth hídon, magán az útpályán már végeztek, de mind a járda, mind a kerékpáros konzoli részen még a dilatációs elemeket ezután fogja a kivitelező elhelyezni, úgyhogy hol az egyik, hol pedig a másik oldal lesz éppen megnyitva, illetve ezzel együtt lezárva. Az elkövetkező 2 hétnek a forgalom korlátozásába tartozik bele, illetve a híd alatt az alsó rakparti utat fogja érinteni, hogy a hídnak a vízelvezetésének a befejezését, a csatornázását azután fogja befejezni, itt lesz egy picike útszüklet néhány napon keresztül az alsó rakparti úton. Az autósok számára a következő hetekben ugyancsak érvényben marad a forgalom korlátozás a Kálóci tér felé. A Kálóci téren folynak még az útépítési munkálatok. Úgy tervezzük, hogy októberben tudjuk befejezni a teljes körű útépítést a Kálóci téren, és akkor tud visszatérni az eredeti forgalmi rendnek megfelelően a Kossuthi Rónai Jácint út Kálóci téri együttes, hiszen most jelen pillanatban zárva van a Kálóci tér, csak a célforgalom tud behajtani az egyetem felől. Ezzel együtt a Kossuth hídon a köz- és a díszvilágítás még nem újult meg, várhatóan szeptemberben érkeznek meg azok a LED elemek, amikkel a köz- és a díszvilágítás be tudja majd fejezni a kivitelező, akkor lesznek kisebb korlátozások még, de az a lényeg, hogy a nagyján túl vagyunk. A City buszok és a 6-os járat a Kossuth híd Rónai Jácint útvonalon közlekednek, de a City járatok továbbra sem érintik a Kálóci teret.